A K-Monitor korrupció ellenes civil szervezet társalapítója, jelenleg ügyvezetője. A szerdán megrendezésre kerülő vagyonnyilatkozatok éjszakája apropóján hívtuk meg, hogy a hazai állami és politika közeli visszaélésekről beszélgessünk vele, de arról is megkérdezzük, hogy más civil szervezetekkel együtt miért fordultak a strasbourgi bírósághoz. A reggeli gyors vendége 9 órától Léderes Sándor. A K-Monitor ügyvezetője, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, köszönöm, kívánok. Hogy bejött. Hát sorrenden változtatni fogok, hogyha megengedi. Aktuálisan előttünk van a holnapi nap, ami immár hanyatszor rendezik meg. Negyedik alkalommal. A vagyonnyilatkozatok éjszakája. Hajnala egész pontosan. Hajnala? Igen. Bocsánat, ez a múzeumok éjszakája óta egy ilyen divatos dolog. Mi évfélkor kezdünk csak, úgyhogy ez már... No, akkor mondjuk el a közönségünknek, akik még eddig nem, vagy már nem ismerik, vagy már nem emlékeznek rá, hogy mi is zajlik ezen a hajnalon. Igen, ennek az egésznek az apropója ugye a vagyonnyilatkozatoknak a katasztrofális rendszere, elsősorban a parlamenti képviselőkéről van szó, és ezeket mindig január 31-éről február 1-ére évfél körül teszik ki a parlament honlapjára, ilyen szkennelt PDF-ekben, tehát nagyon nagy munka ezeket áttekinteni, úgyhogy önkéntesek segítségével, az önkénteseinkkel, K-Monitor irodájában, de az internetről is lehet csatlakozni. Ezeket gyorsan digitalizáljuk, és egy adatbázis formájában elérhetővé tesszük. Jó, akkor mehetünk szörfölni, hogy nézzük, hogy melyik képviselőnek, hozzátartozónak. Egyáltalán kiknek a vagyonnyilatkozata érhető akkor el? Ezek, tehát itt a parlamenti képviselőkről van szó, ugye a hozzátartozóké nem nyilvános, azt is akkor leadják, addig le kell adni, de abban nem nyerünk betekintést, de a képviselők vagyonnyilatkozata, ami egy kinél hosszabb, kinél rövidebb dokumentum van, akinél ez 20 oldalas van, ahol meg szinte semmi nincs benne, mert vannak ugye, akiknek a nevén nincs se autó, se ingatlan, se megtakarítás. De a lényeg az, hogy ezek, ugye ez a rendszernek az egyik problémája az, hogy ez még mindig ilyen kőkorszaki módszerrel, kézzel töltögeti ki. Van, aki ugyan géppel tölti ki, de azt is ki kell nyomtatni, aláírni, és utána visszaszkennelik. Tehát még azt is, ami ilyen használható formában lenne, azt is nagyon nehezen elérhetően teszik közé. Úgyhogy ezeket rendezzük egy olyan formában, amilyen formában ezeknek lenniük kellene. Tehát normál esetben ez úgy néznek, ugye a parlament adminisztrációs rendszerében van egy ilyen űrlap, hogy beviszem a vagyonnyilatkozatomat, kitöltöm a gépen, és onnantól kezdve az egész teljesen digitálisan elérhető. Tehát ezt a hiányosságot ezt a K-Monitor megcsinálja orvosolni, igen, azok helyett, akiknek ez kéne. 4 év alatt valami kialakult, hogy milyen típusok vannak, vagy változások vannak a vagyonnyilatkozatokban, mert azért azt tudjuk, hogy olyan sokat nem érnek ezek, mint kiderült. A vagyonnyilatkozatokkal ugye az a helyzet, hogy ezek összehasonlítási alaphoz fontosak. Tehát ahhoz, hogy azt tudjuk mondani, hogy valaki csalt, van, aki hazudott, ahhoz látni kell, hogy mihez képest. Ha nem lennének vagyonnyilatkozatok, akkor mindenki csak azt mondja, hát miért ne lehetne. Tehát az egész még ennyi se lenne, ami most van, így legalább magunkban rangsorolni tudjuk azt, hogy kik azok, akik többé-kevésbé, vagy akár teljesen eleget tesznek az elvárásoknak, és kik azok, akik állandóan trükköznek. Tehát azt gondolom, hogy ez egyfajta erkölcsi mérce így is, amellett, hogy maga a rendszer borzasztóan rosszul működik, és ugye évtizedek óta ezt nem akarja senki orvosolni, tehát mi is, más civil szervezetek is felsorolták számtalanszor, és nyilvánvalóan a döntéshozók is tudják, hogy mit kéne ezen a rendszeren ahhoz változtatni, hogy ez működjön. Nyilván ez sem egy csodafegyver, de azért nagyon sokat javíthatna a helyzeten, hogyha ezek a vagyonnyilatkozatok digitálisak lennének, teljesek lennének, ha ezeket hivatalból ellenőriznék, és ugye lenne szankció arra az esetre, hogyha valaki hazudozik benne, nem tölti ki megfelelően. Hát lényegében ez egy olyan sajtcetli, amire mindenki majdnem, hogy azt ír, amit akar, mert ugye jogi következménye nincs annak, hogyha nem vallja be a vagyonát, mert ez alapján nincs vizsgálat. Ha egyéb más okból van vizsgálat, akkor esetleg összehasonlításként bevonják ezt is, hogy mit írt be. Mennyi készpénze volt, milyen ingatlanjai voltak, milyen üzletei, de egyébként pedig nem. Tehát éppen most olvastam, nem fogom megnevezni az illető képviselőt, akinek a legutóbbi vagyonnyilatkozatán olyan 60-valahány ezer forintos készpénzállományban föltüntetve, miközben azt követő hónapokban milliárdos üzletvásárlást produkált, és még ha az egy része hitelből volt is, akkor se érthető, hogy honnan. Nuzakson.
semmi nem történik. Igen, de mondom, ezért fontos, hogy legalább viszonyítási alapnak ezeket rakjuk el, mert mi bízunk benne, hogy lesznek idők, amikor ezeknek a dolgoknak majd utána lehet menni, és ezek majd ott lesznek, és össze lehet vetni, hogy ki mekkorát hazudott, csalt, vagy hogyan trükközött. De mondom, most is egy csomó fontos dolog azért kiderült ezekből a vagyonnyilatkozatokból, amikor valaki mondta, hogy hát Hékás, ennek az illetőnek semmilyen ingatlan nincs a vagyonnyilatkozata szerint a birtokában, és tudom, hogy itt lakik ebben a budai villában. Tehát erre jó, akkor ez így a zsurnalisztika szintjén használható. Jogi hát eljárás... ugye ma már szinte minden korrupciós ügy jelentősége az, hogy a társadalom értesül igen. róla, és ezek az ügyek azért derülnek ki, mert újságírók ezeket földolgozzák. Tehát Magyarországon ma a legnagyobb bűnüldöző hatóság, úgymond a magyar sajtó, és nem az ügyészség. Hát, nagyjából ez az utolsó kontroll, ami maradt a nyilvánosság. Zavarja is a kormányt, mint hát, tudjuk. Igen, tehát hogy legalább nyilván azt nem tudják megtenni újságírók, civilek, hogy azokat a korrupt politikusokat bíróság elé vigyék, akiket oda kéne vinni, de legalább ezek az ügyek fönn vannak, ezek miatt magyarázkodni kell, tehát azért ez piszok az ő gépezetükben, és azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben ez is egy nagyon fontos kontroll. Mi lenne, ha ez se lenne? Jó, tényleg, hát gondoljunk csak a Voldemort ügyre, amit a 168 órában Rajnai Attila kitűnő tényfeltáró újságíró nyomozott ki, tárt fel, hogy mégiscsak lett következmény, tehát azt nem mondhatjuk, hogy Mennyi Roland megúszta, mert hát bírósági eljárás és politikai pályájának is bizonyos torzulásai mutatják, hogy a következménye volt. Tehát érdemes ezt csinálni, még a nagyon sziszifuszi munka. Azért egy cipőbe járunk a K-monitorral akkor, amikor a sajtó és az önök munkáját összevetjük, hogy nem mozgatja meg a közvéleményt. Mi a vélemény? Mindig ezt mondjuk, hogy minek kell még történnie, hogy azt mondják az emberek, huha, tehát itt a milliárdok repkednek, a tulajdonok úgy cserélnek gazdát, hogy követhetetlenül, mérhetetlen gazdagodást látunk nagyon rövid idő alatt, és még vizsgálatok sincsenek, de mondom ilyen, hogy közvélemény persze nincsen csak a kutatás szempontjából, de nem érezni a levegőben, hogy az emberek csapkodják az asztalt. Igen, van azt hiszem egy nagyon nagy apátia a társadalomban, ez egy hosszú-hosszú évek alatt folyamatosan hízó apátia, és azt gondolom az oka az, amit mond, hogy egyre nehezebb, tehát hogy egy csomó ügynek nincs következménye, az emberek nem látnak pozitív fejlődést, és ez fárasztó, ebben nagyon könnyű belefáradni, főleg, hogyha és legtöbb embernek rengeteg gondja, baja van amúgy is a saját életével, az egzisztenciával, tehát ez már a 25. dolog, hogy még ezen is fölháborodjon. Ez nyilván egy általánosság, de azt gondolom, hogy egy másik ilyen helyzet az, hogy nem látnak valódi alternatívát jelenleg. Se a kis környezetükbe, se a politikába, tehát ez még jobban nehezíti a helyzetet, hogy na jó, de akkor mi más jöhet. Egyébként ezért nagyon fontos, azt gondolom, az, amit Magyarországon a civilek tesznek, és nem is csak azokra a civil szervezetekre gondolok, akikről Soros Bérencként a kormány szeret mostanában beszélni, vagy amelyek ismertebbek a közéletben, de minden olyan civil kezdeményezés, amely helyben, akárhol próbál változtatni a dolgokon. Mert egyszerűen szükség van ezekre a kis sikerélményekre, ezekre a próbálkozásokra, hogy valami beinduljon ebben az országban. Azt gondolom, hogy ezek a kezdeményezések fognak egy ponton túlcsordulni, ezek épülhetnek valamilyen nagyobb dologgá. Nyilván lehet mindenféle olyan külső változás is, ami egyszer csak valami nagy változást hoz a magyar közéletben, politikában is, de ez nem szabad, tehát nem tehetjük meg, hogy hátradőlünk, hogy hát ha egyszer valami csoda történik, hanem azt gondolom, hogy azok, akik elégedetlenek azzal, ami ma Magyarországon van, akár a szűk környezetükben, akár a politikában, egyszerűen cselekedni kell. Ugye, egy paradigmaváltás történt, amikor Lánci András, aki most a Corvinus Egyetem rektora, és már ebben a minőségében mondta azt, hogy amit itt az ellenzék meg az újságírók korrupcióként emlegetnek, az nem korrupció, ennek a rendszernek a lényege, ez egy koncepció. A nemzeti tőkés osztály megteremtése érdekében, a középosztály megerősítése érdekében, bizonyos aprólékos, nehézkes,
demokratikus lépcsőfokokat ki kell hagyni, hogy haladjunk. Ez a szándék van mögötte, mintha a közönség egy része ezt abszolút respektálná. Hogy igen, ezt ma már így kell csinálni. Azt gondolom, hogy a ugye nemrég jelent meg az Euró barométer felmérés az összes EU tagállam, vagy Magyarországra vonatkozóan is, és abból kiderül azért, hogy az embereket zavarja a korrupció, és alapvetően tudják, hogy létezik korrupció, ez rossz dolog, és ez zavarja őket. Szerintem a probléma inkább azzal van, hogy nem látják igazán nagyon sok helyen, hogy mit lehet ellene tenni. Tehát azt gondolom, hogy persze, hogy van, aki ezt az ideológiai dumát, amit Lánci András mondott, és amivel ezt az egész elképesztő korrupciós mechanizmus megpróbálja valahogy legitimálni, ez lehet egy magyarázat, hogy persze új tőkés osztályt építünk, de könyörgöm, én nem azért dolgozok és adózok, hogy ebből tőkés osztályt építsen valaki valahol, hanem ez arra van, hogy ezt az országot, amiben él rajtam kívül 10 millió másik ember, ezt valahogy normálisan megcsináljuk, hogy nekem, ha lesznek gyerekeim, azoknak egy normális jövőjük legyen. Tehát az nem gondolom, hogy majd a Fidesz által megálmodott tőkés osztály fogja elhozni a Kánaánt Magyarországra. Egyébként a gyakorlat cáfolja is ezt az elméletet. Nézzük meg, hogy azok a nagyvállalkozók, akik ebből a törekvésből születtek eddig 2010 óta, azok mennyire motorjai a magyar gazdaságnak. Semennyire. Ezek a cégek lényegében csak abból élnek, és abból tudnak élni, hogy folyamatosan pumpálják őket közpénzekkel. Ezekből nem lettek nemzetközi sztárok, startupok, semmi nem lett ezekből. Ezek egyszerűen ott vannak, és valakiket gazdagítanak. Tehát ez az egész duma egy hazugság. Magyarul tehát, hogy az állami megrendelések és az állam által biztosított előnyök segítségével jönnek létre cégbirodalmak, amelyek a piacon nem képesek önállóan megélni. Igen, ilyen állami tehát létre se nélkül. Jönnének, hogyha nem támogatnák őket, de hogyha mondjuk belehelyezkedek ebbe az elméletbe, hogy persze, de kell nekik adni egy kezdeti lökést, és majd, nem történt semmi azóta, tehát mondjuk a hány ilyen céget tudunk a közgéptől kezdve, hogy a legelejét nézzük, az egy pénztemető lett végül is, fölhízlaltak egy oligarchát, akit most lassan megpróbálnak kivéreztetni. Az a pénz, ami ebben az egész meccsben elfolyik, az közpénz, hiszen ezek közbeszerzésből elnyert vagyonok nagy részt, meg ilyen-olyan más ügyletekből, de ami semmi nem történt volna, hogyha a kormánynak nem kedvezmény ez a cég, illetve a többi olyan cég, akik most, ugye naponta lehet olvasni. Az emberek sokszor mondják, azt lehet az utcán, vitákban, itt-ott-amott hallani azt a véleményt, hogy lényegében az elmúlt időszakban a rendszerváltás végigkövette az ilyen-olyan szintű korrupció, kezdve a privatizációs ügyekkel, ami teli volt ilyenekkel, le vannak pacsizva dolgok, folytatva aztán akár a szocialista kormányok idején is, csak ők ottan szégyelték, meg megpróbálták elpalvastolni. A Fidesz nem tett más, mint nyíltá tett, és bizonyos jogszabályokkal még működő képessé is, hát ezt a urambátyámos és egymásnak előnybiztosító gazdasági modellt. Tehát ennyi. Nem történt itt semmi. Ez benne volt ebben a rendszerváltásban. Ezt termelte ki. Nem is nagyon tudják az emberek elképzelni másképp, hogyan működjön. De lehet, hogy ez durva ez a kép, hogy ennyire nincs nagy támogatottsága a korrupciónak. Ezért mondom, hogy szerintem a társadalomban nincsenek ilyen nagy támogatottsága. Ez, amivel magyarázni szokták azok, akik azt akarják, hogy ebbe törődjünk bele. Mert csak így elképzelhető a politika. De hát látjuk számos országban, hogy nem csak így elképzelhető. Egyébként még hogyha csak a szomszédba megyünk, Romániában, ahol sok szempontból legalább ilyen tragikus, vagy még tragikusabb biztos, hogy még rosszabb helyzet, a korrupciós helyzet. De történtek olyan lépések, aminek voltak következményei, politikusokat, minisztereket is börtönbe csuktak. Hát például maga az, hogy felállt a korrupció ellenes ügyészség önállóan. És ennek volt egy olyan társadalmi hatása, hogy amikor megpróbálták gyengíteni ezt az ügyészséget, és olyan jogszabályokat hozni, ami lényegében egy csomó korrupciós bűncselekményt mondjuk, vagy bűncselekményt kivon a törvény hatályt, vagy könnyebb megúszni, könnyebben megúszni a büntetés, a felelősségre, mert az emberek az utcára vonultak. Azért, mert érezték, hogy itt egy olyan dolgot vesznek el tőlük, amit ők egyszer már kiharcoltak, vagy ami egyszer már bebizonyította, hogy jól működik abban az országban. Igen, Erdélyben élő magyar újságírók többségétől azt lehet hallani, vagy ilyen vélemények az erősek, hogy
nem csökkent a korrupció, de legalább, hogy ez az intézmény van, ez olyan bíztatást ad ahhoz, hogy az elfogadottsága legalább nem jön úgy létre, mint Magyarországon. De ennél többet nem nagyon lehet elérni sajnos. Persze, és nyilván ennek a, tehát, hogy ne legyünk naívak, ennek a ügyésének is van egy csomó negatívuma, lehet tudni, hogy, hogy használták egy bizonyos esetekben politikai célokra, célokra is, hogy, hogy bizonyos vádlottak jogait nem tartották tiszteletben, hogy ennek olyan negatív hatása is van, hogy, hogy egy csomó helyen nehezíti a döntéshozatalt, mert fél, ahol eleve minden kvázi korrupt módon és rosszul működik, és ehhez vannak szokva az emberek, ott az egész ügyintézés, a mechanizmusok is olyanok, hogy nagyon nehéz jól csinálni egyik napra a másikra, mindenki fél attól, hogyha valamit úgy csinál, ahogy eddig, abból baj lett. Tehát ezek ott vannak, de ezzel együtt azt gondolom, hogy nagyon fontos, szimbolikus jelentősége van annak, hogy az emberek látják, hogy de azoknak, annak, amit a politikusok tesznek, lehet következménye. Lehet. Tehát már eleve az, hogy lehet. És látnak erre konkrét példát. Néhány példát, igen. Nálunk azt láttuk, hogy egy kettősség alakult ki, majd a hírek után Lédere Sándorral erről is fogunk részletesen beszélni. Nevezetesen, hogy minden kormányváltás után megindult egy számonkérés, és a Fidesz is beindította a számonkérő gépezetét. Sukorótól kezdve mondhatnék Hagyóperen át sok mindent, hogy az előző politikai garnitúrát a korrupcióval megvádolva ellehetetlenítse, és akár ki is iktassa a pályáról, miközben felépítette saját 10-szer olyan korrupt rendszerét, és ez is olyan, ami nem hagy hidegen hagyja a közvélemény, de nem hagyott mély nyomokat ez az ellentmondás sem. 9:30 van, ahogy ígértem, meghallgatjuk a híreket, és Lédere Sándorral, a K-Monitor ügyvezetőjével innen folytatjuk. Klubrádió. Tények, vélemények. Következnek a Klubrádió hírei. Pontosan 9:50 van, jó napot kívánok, a híreket Suba Krisztinától hallják. Saját videófelvételt készítette az Együtt 16. kerületi országgyűlési képviselője Bajda Zoltán arról, hogy a Szatmári család zöldséges üzleténél vásárlás után nem kapott nyugtát. Szatmári Kristóf miniszteri biztos azt állította, rágalom a nyugtaadás elmulasztása, ezt cáfolta most meg a videó felvétellel Vajda Zoltán, és azt mondja, hogy jön még a többi is. A 16. kerületi boltban 12-ből 9 esetben nem ütötte be az eladó a bevételt az online pénztárgépbe, csak betette a pénzt a kasszába. Amikor a 24.hu megkereste Szatmárit és a két családi céget, a miniszteri biztos ügyvédjén keresztül felszólította az újságírókat, hogy ne jelentessék meg a cikket, különben pert indítanak. Nőtt a foglalkoztatottak száma idehaza a tavalyi utolsó negyed évben. A KSH ma reggeli közlése szerint éves szinten 8%-os volt a növekedés. A tavalyi év egészét nézve 70 ezres növekedés volt. A KSH másik adatközlése szerint alacsony maradt a munkanélküliségi ráta. A tavalyi utolsó negyed évben a munkanélküliek átlagos létszáma az egy évvel korábbihoz képest 30 ezerrel, 175 ezerre, a munkanélküliségi ráta 7%-ponttal 3,8%-ra csökkent. A tavalyi év egészét tekintve a munkanélküliek létszáma átlagosan 192 ezer volt, 43 ezerrel kevesebb, mint 2016-ban. Ma dönt az alapkamatról a Magyar Jegybank. A piac szinte biztos benne, hogy ezúttal sem nyúlnak hozzá az irányadó rátához, így az maradhat 9%-on. Szakértők szerint az alacsony inflációs környezet lehetővé teszi a jegybanknak, hogy alacsony szinten tartsa az alapkamatot. A forint minden esetre a 310-es szintnél várja a mai döntést. A rövid hírek végén a várható időjárásról, általában napos időre számíthatunk, ma viszont az északnyugati szél erős, néha viharos lesz. A délutáni csúcshőmérséklet 8 és 13 fok között lesz. Hírek a Klubrádióban legközelebb 10 órakor. Klubrádió. Tények, vélemények. Műsorajánló. Nívó. Interaktív fogyasztóvédelmi műsor minden csütörtökön 14 órától, Törtei Takács Krisztával, itt a Klubrádióban, a 92.9-en.
Műsorajánlót hallottak. Reklám. Tegyük fel, hogy magnéziumhoz akar jutni, mert mondjuk rendszeresen sportol, várandós, begörcsölt a lába, vagy csak fedezni szeretné a napi szükségletét. A patikában két fontos kérdést érdemes tisztáznia. A szám a dobozon a tiszta magnéziumra utal, vagy az egész vegyületre? És hogy ebből a magnéziumból mennyi fog ténylegesen felszívódni a szervezetében? Magnézium diaszporál. A legnagyobb magnézium tartalmú étrendkiegészítő a hazai piacon. És még finom is. Magnézium diaszporál. Reklám hangzott el. Reggeli személy. Lédere Sándor, a K-Monitor ügyvezetője a vendégünk. Ugye hát arról beszéltünk, hogy a korrupcióval kapcsolatos feltáró munka mennyire eredményes, mennyire mozgatja meg a közvéleményt, mennyivel jár előttünk Románia, hogy ott van egy korrupció ellenes önálló ügyészség, ott legalább gesztust lehet látni az állama részéről, hogy utat vagy gátat akarna szabni a mérhetetlen korrupciónak. Nálunk ezt nem lehet látni, arról beszéltünk, hogy a rendszer részeként tekinti a jelenlegi kurzus korifeusai azt, hogy diszkriminatív gazdaságpolitika van, hogy az kap lehetőséget, akit a kormányzat előtérbe helyez, a többieket lenyomja, hogy a családi vállalkozások gátlástalanul virágozhatnak, hogy az összeférhetetlenséggel kapcsolatos törvényeket fellazította ez a kormány, és például vezető politikus családtagjait már nem lehet kizárni a bizonyos versenyhelyzetekből, míg más országokban ez szinte elképzelhetetlen. Na, ez az egyik része a dolognak. A másik része az, hogy akik viszont ezt számon tudják kérni a mai kormányzaton, azok többnyire civil szervezetek, mint például a K-Monitor és a Tényfeltáró újságok. Ezek ellen indult koncentrált támadás. Most ezért erről beszéljünk, hogy a mai hírek között, illetve hát ez már múlt hétről tudható volt, 14 civil szervezet, megtámadott civil szervezet, amelyiket a kormány az új civil törvénnyel diszkriminál, Strasbourghoz fordult, holott még az alkotmánybírósági beadványokra sem kaptak választ. Ezek között van a K-Monitor is. Igen. Ez egy teljesen érthető lépés. Nuzakson, ha Strasbourg elítéve magyar kormány, számíthat arra, hogy valami változik. Vagy ez tényleg csak egy üzenet lesz, hogy nem hagyjuk magunkat? Hát azt gondolom, hogy mint üzenet is fontos, de muszáj ennek akkor, hogy valamilyen következménye legyen. Az nagyon fontos, hogy azt lássuk, hogy egy olyan országban élünk, ahol ez már tehát nekünk Strasbourghoz kellett fordulni jóformán, mert nem számíthattunk rá, hogy amúgy teljesen nyilvánvalóan alaptörvényellenes jogszabályt le lehetett fogadni, és hát meglátjuk, hogy alkalmazzák-e, és ugye ez azért is nagyon érdekes, csak a kérdés legelejére visszakanyarodva, hogy a kormány ugye két dolgot csinál egyszerre, támadja a sajtót és a civil szervezeteket, megpróbálja ellehetetleníteni a munkáját, de ezt az egész ügyet arra is felhasználja, ez egy nagyon jó kommunikációs játék, mert nem valós problémákról beszélnek. Ugye mindkét törvénynél az a háttér, hogy itt külföldi befolyásolás van, a Soros, a migránsok, ez mind mese. Ez mindenki tudja, ez egy mese, de ezzel próbálják elfedni a valóságot, amit az emberek meg hát, apró lépésekben látnak. Látták azokat a korrupciós ügyeket, amikről beszéltünk, az egészségügynek a katasztrofális helyzetét, az oktatásnak a helyzetét, amiről egy normális választási kampányban beszélni kell. Tehát azt ne felejtsük el soha, hogy egy normális országban két hónappal a választások előtt arról kéne beszélni, hogy milyen országot szeretnénk építeni a következő 4 évben, hogy kéne átalakítani az egészséget, a legnagyobb problémák, mit kezdünk a szegénysége. Alig van erről szó, hanem egy teljesen nevetséges, mondva csinál történetről beszélünk, arról, hogy egy 80 akárhány éves amerikai milliárdos hogyan próbálja befolyásolni Magyarországot. Hát, ha valaki megnézi ezeknek a szervezeteknek a költségvetését, és hány ember dolgozik ott, ez semmi ahhoz képest, a büdzséhez képest, amit évente ez a kormány propagandára elkölt. Tehát azt gondolom, ez nagyon fontos ezzel indítani, különben belecsúszunk abba, hogy egyszerűen arról beszélünk, amiről ez a kormány szeretné, hogy beszéljünk az ország valós problémáját. Ez emellett igaz, vagy egy fontos dolog, hogy valóban hoznak olyan törvényeket, amelyek súlyosan diszkriminatívak. Ugye itt lényegében ennél a törvénynél, ami miatt Strasbourghoz fordultunk, és amelyik ugye kimondja, hogy azoknak a civil szervezeteknek, amelyek évente
a külföldről kapott támogatásra meghaladja 7,1 millió forintot, azoknak regisztrálniuk kell, és minden kiadványukra ki kell helyezni lényegében az, hogy külföldről támogatott szervezet. Ez egy egyértelműen megbélyegző, diszkriminatív dolog, ami példanélküli ilyen formájában Európában, és nyilvánvalóan muszáj volt azokat a jogi lépéseket is megtenni, amivel ezzel ellen föl tudunk lépni, mert itthon nem történik semmi. Az is ennek a kormányzatnak a működési mechanizmusát jellemzi, amit érintett, hogy kitalálnak valamit, aminek semmilyen valóságos alapja nincsen, például, hogy illegális migrációt támogató szervezet. Itt arra építenek, hogy az illegális nincs migráció, az náluk egy gyűjtő szó, mindenféle menekültet ez alá értenek, ami eleve hazugság, ugye? A még nagyobb hazugság, hogy Magyarországon egyetlen egy szervezet sem támogatja az illegális migrációt, mert aki ezt csinálja, az embercsempész, és ez BTK. Hát így van. Igen. De ezt a kormány összemossa, hogy az emberek nem tesznek különbséget a dolgok közül, és így már kriminalizálva is vannak azok a szervezetek, amelyekre ráfogják, hogy mert menekült kérdéssel foglalkozik, akkor ezek. Ugye, megtették ezt durván, és ennek próbája volt az ökotárs. Megszállja a rendőrség az irodát. Házkutatást tartanak. Az ökotárs vezetőjét, Móra Veronikát beültetik a rendőrautóba, elviszik a lakására. Ott is házkutatást tartanak. Mindenféle ok valóságos, tényszerűen bizonyítható ok nélkül egy demonstrációt hajtanak végre. Itt már semmilyen törvény nem működik. Már akkor sem működött. Miért zavarná őt egy Strasbourg ítélet? Azt mondták a legutóbbi, hogy nem hajtjuk végre. Kvóta ügy. Meglátjuk, hogy mi az, ugye a Fidesznek egy nagyon jellemző politikai eszköz ez, hogy mond egy valamit, és csinál egy másik valamit. Ugye, amikor az Európai Unióról beszélünk, akkor is a Fidesz szeret a nagy szabadságharcos szerepében tetszelegni, és hogy ők megvédik Európát, a migrációt, és szembe mennek akárkivel, akivel kell. Közben látjuk, hogy azért rengeteg olyan dolognak megfelelnek, ahogy az 1300 menekültet végül is teljesen, ahogy egy normális országban kell, befogadták, lehet, hogy ennél sokkal többet kellett volna, lehet, hogy az indokolt volt, teljesen mindegy, normál. De hogy látszik, hogy bizonyos jogállami normális folyamatok azért működnek. Hát ez tartozik a mai hír, ami bomba, hogy nem csak, hogy ez az 1300-as létszám derült ki, hanem az, hogy a kormány egy menekültügyi politikát folytatott, amely menekültek befogadásával, azoknak az eljárásoknak a lebonyolításával, családegyesítési programokkal, a letelepedési tanácsadási programokkal, állami szervek közreműködésével ezt csinálta. Igazságügyi minisztérium végezte el annak munkatársai például a jogi felvilágosítását az ide betelepülőknek. A családegyesítésben segítséget adtak civil szervezetek, amely munkához az belügyminisztériumon keresztül állami pénzt kapnak. 80 milliót kapott az a szervezet, amelyik magának konkrétan az ideérkezőknek az első fogadási procedúráját kellette, hogy lebonyolítsa. Tehát csinálja, piciben csinálja, és ennek az ellenkezőjét mondja. Igen, hogy egyfelől fel tudja mutatni, hogy mi megfelelünk a szabályoknak, másfelől meg. Csak azért mondom, hogy ez az egész migrációs téma, ugye Magyarország szempontjából nyilván irreleváns, mert hogyha be is jönnek emberek, ezek közül lényegében senki nem akar itt maradni. Viszont van egy csomó olyan EU-s úgy, és volt az elmúlt 4 évben, ami Magyarország szempontjából sokkal-sokkal meghatározóbb és fontosabb, hogy osztanak el pénzeket, hogy milyen kereskedelmi politikája van az Európai Uniónak, Amerikával, Kanadával. Ezek nagy témák, mert ezek az exportnak teljesen kitett magyar gazdaságot, ez sokkal jobban befolyásol. Hallottunk erről bármit? Hallottunk arról, hogy a magyar kormánynak erről van határozott álláspontja, és ott védi meg a mi érdekeinket? Nem. Azért, mert ezek nem egy jól eladható témák, és ebben egyébként pont azt csinálja a Fidesz, amit elvárnak tőle Brüsszelben, nem megy szembe semmivel, és ezért egy folyamatos adókapok van, megvan ez a néhány számára jól kommunikálható téma, amivel haknizik évek óta.
Ez erről szól. Tehát azért mondom, hogy meg kell tanulnunk sokkal tisztában látni ebben az egész játékban, mert ez egy folyamatos kommunikáció trükközés, ami van, és nagyon gyakran hajlamosak vagyunk arra, hogy ilyen szimbolikus dolgokra ráharapunk, főleg azért, mert egy csomó dolognak van azért valóság alapja, mint ez a törvény, ezeknek a törvényeknek is, hát hogyha elfogadják ezt az illegális migrációt, támogató szervezetek ellen készült teljesen neves stop soros törvény, ami jogilag értelmezhetetlen is, akkor persze, hogy lényegében önkényesen bárkit bármilyen módon ez alapján eljárásra le lehet mondani. Igen, onnan indultam ki, hogy a 14 civil szervezet Strasbourghoz fordult a megbélyegzés okán, és hogy egy ilyen, ha a strasbourgi bíróság befogadja, ha döntést hoz, és ez a döntés a civil szervezetek számára kedvező, magyarul, hogy elmarasztalja a magyar kormányt, akkor azon kívül, hogy ennek megint lesz egy jó üzenete, hogy azért mindent nem lehet megcsinálni, de ők mégis megcsinálják. Tehát akkor a háború egyre keményebb lesz, belekényszeríti a civil szervezeteket. Látunk olyan példákat, amikor, és azt gondolom, hogy ez is egy mérföldkő volt ilyen szempontból, amikor a kormány lényegében figyelmen kívül hagy olyan törvényeket, amiket eddig azért nem kérdezett meg semmi. Azt gondolom, hogy tehát nekem és ez nyilván ez egy hosszú sor, tehát kezdve azzal, amikor a választási bizottság előtt ugye a kopaszok nem engedték, hogy Nyakó István leadja az íveket, az egy teljesen elképesztő lépés volt. Ugyanígy, amikor Szél Bernadett miatt látványosan kivonult ugye a Nemzetbiztonsági Bizottság üléséről Németh Szilárd, vagy a Fidesz, ez megint egy olyan dolog, ami elképzelhetetlen egy jogállama. Tehát azt gondolom, hogy benne van mindig is, hogy a kormány egyszerűen szembe megy törvényekkel, és ezzel tolja ki a határait a jogállamiságnak, mert lényegében ugye övék a legfőbb hatalom, ők rendelkeznek az erőszakszervezetek fölött, tehát végső soron nyilván el lehet jutni egy olyan állapotokig, amikor már azt mondjuk, hogy vannak ítéletek, de azok végrehajthatatlanak. Tehát hiába van egy független bíróságunk, vagy egy viszonylag jól működő bíróságunk, a kormány ezt már semmibe veszi, és akkor jön egy teljesen tanácstalanság, azt gondolom sokak számára, akik még azt gondolják, hogy bizonyos normák működtetik ezt az országot, és egyébként ilyen példa a TAO per kapcsán is, ugye amikor Transparency International kiperelte a TAO adatokat, a bíróság igazat adott nekik, de egyszerűen a minisztériumok nem adják oda, vagy csak részben adják oda azokat a dokumentumokat, amiket meg kéne, hogy kapjanak. Tehát erre vannak valóban példák, de azt gondolom, hogy ezeknél a tűzzel játszik a kormány, mert hogyha eljutunk egy olyan állapotba, amikor az emberek azt látják, hogy már semmilyen csatornán nem lehet, semmilyen fórumon nem lehet igazságot szolgáltatni, nem működik a jog, nem működik az erkölcs, nem működnek a normális élet szabályai, akkor az elkeseredésükben olyan eszközökhöz fognak nyúlni, amit senki nem akar egy ország. Én azt látom, hogy a kormány nagyon ügyes kommunikációval azt érné el, hogy a magyar népesség vegye tudomásul, hogy mindaz, ami szemben áll a kormányzati szándékokkal, az ellenséges. Az nemzetellenes, az árt az országnak, mi tudjuk, hogy mit akarunk csinálni, és akik akadályoznak ebben, azok a mi ellenségeink és a tietek is. Ezt egy ideig lehet csinálni, ez egy jó pártállami módszer, volt valamikor, nem tudom, hogy a 21. században meddig lehet ezzel elmenni. És ez az üzenet, ez olyan erős, hogy ő emiatt nem tart be semmilyen jogi határt, meg egyebeket, ugye, és nem tudom micsodát. De a másik oldalról kérdezem, hogy mondjuk egy strasbourgi ítélettel a háta mögött a K-Monitor, meg a többi 13 szervezet, kap annyi muníciót, hogy megvédje magát, a felőrlődéstől és a további jogi diszkriminációtól, lesz annyi támogatás, számíthat arra, hogy azért ennek tudatában azért már az úthengert nem fogja ráküldeni a kormány, vagy arra számíthatunk, hogyha kellő többséget szerez a választások, akkor úgy elsöpör mindent, mint a pénz.
Nyilván erre van lehetőség, tehát a strasbourgi ítélet, ha van egy kedvező ítélet, az még mindig csak egyetlen lépés. Ugye a Helsinki esetében látjuk, hogy ők rendszeresen nyernek pereket, ezek baromira fontos és jó dolgok, akár az adott ügy szempontjából, akár precedensek szempontjából, de van emellett ezer másik harctér, ahol meg megy a támadás ellenük, megy a támadás civil szervezetek ellen. Tehát azt gondolom, hogy ez egy történet, de emellett nyilván meg lehet találni azokat az eszközöket, elég Oroszországra tekinteni, ahol adminisztratív módon, mindenféle technikákkal, az emberek nyomás alá helyezésével ki lehet véreztetni egy civil szférát. Tehát azt gondolom, hogy sajnos ennek a tárháza nagyon széles, és ennek az elején vagyunk, hogyha a kormánynak valóban az a szándéka, hogy ezeket a szervezeteket tényleg el lehetetlenül. Hát meg az ember, mondjuk egy napi példát, akkor Demeter Márta, ugye most már LMP-s országgyűlési képviselő, azt a kérdést tette fel, hogy összefüggés van-e az azeri boltásgyilkos kiadatása és az ebben egy időben egy magyarországi számlára érkező azeri igen nagy összeg között, melyről kiderítette egy nemzetközi újságírócsoport, hogy akkor az azeri elnök több országba juttatott el pénzeket már bizonyíthatóan azzal a céllal, hogy lobbizzanak az érdekében az Európai Uniónál meg különböző nemzetközi szervezeteknél. A válasz, a kormány válasza az, hogy egy támogatás hiány kétségbe esett küzdelmet folytató párttal nincs mit kezdenünk. Ez nem cinizmus, hanem nem tudom, mivel lehet jellemezni. Mondjuk én aljasságnak mondom, ez már olyan fokon a politikai kultúra minden elképzelhető tárházától távol áll, hogy ilyenkor nyílik a bicska. De ilyenkor be lehet-e lépni a civil szervezeteknek, hogy hopp, állj. Nem adtak választ, megtagadják a választ, közügyről van szó, közérdekről van szó. Itt azt gondolom, hogy ha egy-egy ilyen ügy lenne, akkor sokkal könnyebb lenni azt mondani, hogy addig nem megyünk tovább semmiért, amíg ezt nem oldjuk. Igen, ugye, olyan igen, sok igen. Korrupciós és egyéb ügy is van, ami miatt az emberek csak kapkodnak, jön az egyik történet után a másik, és ezt a Fidesz nagyon ügyesen lovagolja meg, igen. Hogyha épp nincs ügy, akkor ő csinál egyet, hogy amiről lehessen beszélni. Nyilvánvalóan egy normális országban elképzelhetetlen lenne, hogy egy ilyen súlyos ügyet, mint a baltás gyilkos kiadatása, és az azzal kapcsolatos vélhet korrupció, vagy ezek a pénzügyi tranzakciók, ezt ne vizsgálják ki, és ennek lényegében ott vannak a bizonyítékok, pénzmozgás, egy csomó olyan adat van, amiből lehetne, vagy el lehetne kezdeni fölgöngyölíteni egy ilyen történetet, és semmi nem történik. Nem jutottunk el oda 8 év alatt a Fidesz áldásos tevékenysége után, hogy egy szép csendesen a közmegegyezés részévé válik, hogy hát a lopás az egy természetes dolog. Nem gondolom, én ezt továbbra is ragaszkodnék ahhoz, hogy a korrupció különböző formában jelen volt a magyar politikában, különösen a rendszerváltás után, és azért vegyük észre, hogy a szocialisták a választásokat azért elsősorban azok miatt, az ügyek miatt veszítették el, és amiatt a borzasztó kép miatt, ami kialakult róluk, hiszen a korrupció miatt veszítették el, és ezért került hatalomra a Fidesz. Tehát az embereket ez zavarta akkor is, és azt ígérték nekik, hogy lesz elszámoltatás, ezeknek lesz következménye, és föl fognak lépni a korrupció ellen. Nem volt elszámoltatás, nem lett következménye, néhány látszat dolog, de hát lényegében amik a korábbi idők nagy ügyei voltak, semmi nem történt. A korrupció meg még intézményesebb lett, még durvábban látható, lényegében amit a Lánci András mondott, hogy ez a Fidesz politikának a lényege, tehát egy kulcs eszköze ennek a kormányzásnak. És azt gondolom, hogy ezt látják az emberek, zavarja az embereknek, csak egy olyan szerencsétlen helyzetben vagyunk, amikor a társadalomnak jelentős része nem lát politikai alternatívát a jelenleg kormányzó párthoz képest. Tehát azt gondolom, hogyha egy olyan helyzet lenne, hogy van egy erős ellenzék, amiben a társadalomnak egy jelentős része megbízik, akkor önmagába a változás lehetőségének az ígérete lenne olyan fontos, és lenne olyan erős, hogy az emberek azt mondják, hogy akkor megyünk tovább. Azt mondja Lédeles Sándor, ha ez az egyetlen ponton föltűnne egy politikai csoportosulás, amelyikről minden kétséget kizáróan azt érzik, látják az emberek, hogy semmiféle korrupcióhoz egy nincs közük.
egyetlen egy elhivatottságuk megszüntetni a korrupciós mechanizmusokat, felszámolni, ez elegendő lehet egy fordulathoz? Van olyan súlya az emberekben ennek a mechanizmusnak, amitől inkább meg... Még ha élvezzük is egy picit, vagy elfogadjuk most, de inkább hosszú távon szabadulnánk tőle? Hát azt gondolom, hogyha azt nézzük, hogy az emberek mennyire elégedettek a politikával, mennyire tartják komoly problémának a korrupciót, mennyire szeretnének változást, ezek készülnek ilyen felmérés, akkor azt látszik, hogy a társadalomnak egy jelentős része nincs megelégedve azzal, ahogy az ország kinéz, és szeretne változást. Ez egy másik kérdés, hogy jelenleg nem látják az emberek, hogy mi fogja elhozni, vagy mi tud elhozni egy ilyen változást. Tehát én azért mondtam az elején is, hogy csodára nekünk akkor se szabad várni, hanem mindenkinek a saját területén, amihez ért, amiben dolgozik, aktívvá kell válnia. Mert egyszerűen nem hagyhatjuk, tehát így még várhatunk 8-10-16 évet, és azért tehetik meg velünk ezt a politikusok, amit megtesznek, és mondom, visszább mehetünk nyugodtan, mint a Fidesz korszak, mert ez egy hosszabb lecsúszásnak a egyre mélyebb gödre, amiben vagyunk. Mert mindig azt vártuk, hogy valaki majd megment minket, megsegít, néha belülről, néha az EU-tól várjuk, néha a NATO-tól, mindig valakitől várjuk, hogy segítsen. Nem, amíg mi nem állunk össze, nem állunk fel, és nem cselekszünk a saját területünkön, addig semmi nem fog történni. Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Léderes Sándorral, a K-Monitor ügyvezetőjével beszélgettem, és a műsor végére érve önöknek is köszönöm a figyelmet.